Sziasztok! Ebben a videóban egy Nápolyban született hölgyet hoztam el nektek témaként, aki tulajdonképpen a kortárs világirodalomnak a jelenlegi, hát hogy úgy mondjam, nagy rejtélye, kérdőjele lenne. Adott egy írónő, aki, hát azt kell, hogy mondjam, hogy saját meglátásom szerint egy nagyon tehetséges író, aki érződik a munkái által, hogy örömét leli abban a folyamatban és ebben az egészben, ami az írást felöleli. És ha bár távolról, de a regényei által szeretne kapcsolatban lenni, kapcsolatba lépni az olvasóival. Mit értek ez alatt? Adott egy írónő, aki mindenből ki szeretne szállni, akinek az a vágya, hogy csak is úgy amolyan nyers formában csak az írásait ismerjék, és ne tudjanak róla konkrétan semmit. Erről szerettem volna nektek ebben a videóban beszélni. Egy-két hónappal ezelőtt találkoztam vele először, már előtte is úgy a közegemben volt, de nem olvastam tőle semmit, tehát nekem ez az első regényem tőle, és majd el fogom mondani, hogy ez miért érdekes ebből a szempontból. A regényei nagyon zajos sikereket aratnak, különböző díjakat nyer el, illetve hát ugye lefordítják a regényeit különböző nyelvekre. Azonban, mint mondtam, a személyéről, az életéről csak is annyit árul el, hogy Nápolyban született, és itt bezárult a történet. Világszerte ismert, és nem azáltal a regény által, és villog, hogy le fog merülni. És nem azáltal a regénye által nyerte el a világsikert, úgymond, amit olvastam tőle, hanem a Nápolyi Regények című sorozata hozta el ezt a számára, ami jelenleg 3 jelent meg itt a hazánkban. Az egyik a Brilliáns barátnőm, a másik az új név története, a harmadik pedig aki megszökik és aki marad. És jelenleg egy hónapon belül azt hiszem megjelenik a 4. kötete is. Na de a mostani témánk az egy szóló, egy részből álló, hát egy regény, nem pedig egy sorozat része lenne, ami nem lenne más, mint az Amikor elhagytak című. Ez volt az a kötet, amit én elsőként olvastam. Őszintén szólva fogalmam nem volt, hogy miről szól, de azért a cím által, amikor elhagytak, hát gondoltam, hogy nem egy ilyen romantikus love story lesz az egész, tehát olyan negatív utóíze van ennek a címnek, ahogy ti is érzékelitek, és azért mégiscsak olyan jó érzéseim voltak, hogy ez egy jó regény lesz, és hát az érzés az beigazolódott, úgymond. A történet kapcsán csak így pár mondatot szeretnék elmondani, hogy utána tovább kommunikáljak felétek ezzel kapcsolatban. Adott egy 2 gyermekes anya, aki 15 éve él együtt boldogan, úgymond a férjével, és születik 2 egészséges gyermekük, egy lány meg egy fiú, és hát így szépen érdegélnek, egészen addig a napig, amíg minden előrejelzés nélkül a férj bejelenti, hogy hát elhagyja. Nem spoilereztem ezzel kapcsolatban, ugyanis ez már ilyen in medias res, a dolgok közepébe vágásként az első mondatban konkrétan megtörténik. És elindul egy olyan fajta nyomozás is, és egy leépülési folyamat a nő részéről, ami tulajdonképpen egy egyre lejjebb történő csúszás, amiből már tényleg csak építkezni lehet. Elég érdekes életszakaszban is olvastam a saját magam kapcsán, és hát úgy az úgy hatással volt az emberre, hogy mondjam. Ez a folyamatos feszültség, ami körülölelte ezt a regényt és minden egyes lapjának minden egyes sorát, fokozatos összeomlás következett tulajdonképpen. Nem hosszú regény, de ütős. Amolyan letehetetlen kategória, Picit gyors leszek, mert le fog merülni a kamerám, de azért próbálom átadni az érzést, amik így spontán módon eszembe jutnak. Az összes oldalon úgymond amolyan kérdőjeleket, és amint mondtam már, feszültséget érzékeltem, olyan szintű tűhegyes, tűélesen ábrázolta ezt a fajta cselekményt, hogy amikor elhagynak valakit, akkor milyen lelki és testi fázisokon megy keresztül az ember, hogy egyszerűen egyértelművé vált körülbelül nekem a 4. oldaltól, hogy ez egy személyes tapasztalaton épülő regény. Annyira betegessé kezdett válni a cselekmény, hogy hát már nem természetes módon, hogy nem tudtam, hogy vajon milyen mértékű tragédia várható a végkifejlettől. Lélektani regény mindenképpen. Szerintem mestermű, tehát ezt most az ember egy-két regényre mondja, de megfogott, és biztos, hogy el fogom olvasni, vagy elkezdek tőle mást is olvasni, mint az imént is említett Brilliáns barátnőm, amivel állítólag valami zseniálisat alkotott, és még az HBO is sorozatot készít belőle. De visszatérve amikor elhagytakra, hát most nem tudok máshogy fogalmazni, egy ilyen igazi elcseszett életnek a megírása zajlik a sorok között. Úgy együtt szenvedsz a főhőssel, de tényleg, és szerintem mindennel kapcsolatban betegség, meg úgy ilyen lelki problémák kapcsán is lehet méltósággal szenvedni, csak úgy érzékletesen, hogy úgy igazából senkinek nem tűnik föl. És tehát egy ilyen út is létezik a szenvedés kapcsán. Hát a regénynek a főhőse nem ezt az utat választotta, hanem szerette volna, hogy ezt mindenki tudja, hogy vele éppen mi zajlik. Egy kis spoiler, a kutyát azt nagyon sajnáltam, az úgy megütött, ami vele történt. Semmiképpen nem finomkodó regény, nem szépít semmit, és igazán a valóságot mutatja meg annak minden egyes gyötrelmével. Hát arra az egyre kíváncsi lennék, hogy a férfi olvasók ezt milyen szemszögből olvassák, ezt a regényt, és úgy egyáltalán, hogy egy férfi emberre ez milyen hatással van, amikor ezt elolvassa. Hát ez lett volna a mostani videónk, és bocsánatot kérek a gyors kommunikációért, csak előttem pittyeg egy lámpa. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és ez alapján a regény után nagyon-nagyon ajánlom nektek figyelmetekbe a többi regényét is, ami állítólag egy barátságnak a története. Pici gyerekkortól egészen a felnőttkorig. Két olyan lányról szól, akik nagyon-nagyon különböznek egymástól, de valahogy éppen ezért kapcsolódnak annyira szorosan össze. De tényleg nem tudok róla semmit, csak az, hogy nagyon ütős, illetve mindent a Parkkönyvkiadó adott ki. Nagyon szeretem a munkájukat, nagyon igényes, nagyon sokra tartom őket, és van egy olyan téma, amit mindig ők terelgetnek, és azokkal dolgoznak együtt, azokkal az írókkal, ami nagyon közel áll hozzám, megmondom őszintén. Ez lett volna a mostani videónk, hogyha tetszett nektek, akkor lájkoljátok, és hogyha úgy gondoljátok, akkor iratkozzatok föl a csatornára, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!